Jó estét kívánok, ez a közügyek mai témáink pedig Szerbia gazdasági helyzete, a csantavéri közbiztonsági állapotok, a szabadkai Azohem kiköltöztetésének a határidejének a kitolása. Egy hónappal, a végén pedig a Nagybőjttel is foglalkozunk, tartsanak velünk, kezdünk. Első témánk Szerbia gazdasági helyzete, ki hogyan látja. A Vajdasági Magyar Szövetség képviseletében Pásztor Bálint köztársasági képviselőt köszöntöm, itt a Demokrata Párt nevében pedig Tóth Tamás köztársasági parlamenti képviselőt. Jó estét kívánok önnek is. Kezdeném akkor önnel. Ugye hatalmi koalíciósként, a hatalmon levőként a Demokrata Párt nevében hogyan látja ebben a pillanatban Szerbia gazdasági helyzetét? Egy meglehetősen nehéz 4 év áll mögöttünk. Most arról beszéljünk. Tehát gazdasági tekintetben nem lehet egy pillanatról beszélni, tehát egy időintervallumot kell figyelembe véve mind makro, mind mikrogazdasági szempontból. Tehát a Szerbiát sem került el a gazdasági válság, sajnos negatív hatásai érződtek az elmúlt 4 év folyamán. Most jelen pillanatban érezhető némi javulás, de egyelőre csak sajnos ezen javulás a számok tükrében, az életszínvonal javulásán még nem érződik. Több olyan elemzést is olvastam, amelyet szerbiai közgazdászok közöltek is, amelyben azt mondják, hogy az, hogy a gazdasági válságra fogjuk a szerbiai gazdasági helyzetének az értékelését, az egyfajta politikai kibúvó. Nem tartom kibúvónak a gazdaságban, makrogazdaságban a számok beszélnek. Az elmúlt évet 1,9%-os GDP növekedéssel zártuk, de sajnos az előző években annyira gyengén teljesített Szerbia gazdasága, hogy ez nem elegendő ahhoz, hogy ezt érezni tudjuk életszínvonalunkon, gondolok elsősorban a bérekre, illetve a nyugdíjakra. Tehát hosszabb távon van szükség arra, hogy gazdasági növekedés legyen. Én biztos vagyok benne, hogy az elmúlt időszakban elnyert tagjelölt státusz elősegít ahhoz, hogy Szerbia gazdaságilag megerősödjön, hogy külföldi befektetők jelenjenek meg, illetve ezáltal új munkahelyeket tudjunk létrehozni. Vajdasági Magyar Szövetség hogyan látja, ez politikai kibúvó, vagy pedig nem a gazdasági válság? Úgy gondolom, hogy a gazdasági válság egy tény, ami rányomta a bélyegét a szerbiai állapotokra is, ugyanúgy, mint minden ország gazdasági helyzetére itt a régióban. Ugyanakkor bátrabb politizálással, bátrabb gazdaságpolitikával nagyon sok minden elkerülhető lett volna, azért itt a számok szóba jöttek, el kell azt mondani, hogy 2008-ban 80 volt az euró, most 110 az euró, 80 euróval csökkent az átlagbér 2008-hoz képest. Kétségtelen, hogy ez egybeesik a gazdasági világválságnak a hatásaival, illetve időszakával. Ugyanakkor, ha mi befektetőket szeretnénk ide vonzani, akkor néhány nagy politikai kérdést be kell zárni. És gyakran Koszovóra mondják azt, utal? Igen, Koszovóra például, meg hát nem normális helyzet az, hogy ennek az országnak határvitái vannak, akár merről indulunk el, talán Magyarországot leszámítva itt a határvonalak mentén. Ugyan nem háborús helyzet veszélye fenyeget, de se a horvát határ nincs végérvényesen megoldva a határkérdése, a boszniai határ Macedóniával is vannak ilyen gondok. Ezen kívül pedig én azt gondolom, hogy a külföldi befektetők mindenképpen a biztonságot szeretik, és Szerbiában sem a jogbiztonság nincs olyan szinten, ami elvárható lenne. A bírósági rendszer átalakítása sem hozta meg a várt eredményeket, én azt gondolom. Nem normális az, hogy ugye megszüntettek 134 bíróságot 2008 végén, köztük a tiszamenti bíróságokat is. Külföldi befektetők azt szeretik, hogyha valamilyen gazdasági vitákra vagy jogi vitákra kerül sor, akkor azért az igazságszolgáltatás, ha elérhető, vagy pedig hogyha a különböző kínlevőségeknek a megfizettethetése az a gyakorlatban működik Szerbiában, és sajnos nem így van. Ez is hatalmas szempont amellett, a támogatási rendszer mellett, amelyet Szerbia ad a külföldi beruházóknak és mondjuk az itteni vállalkozóknak, nem? Azt gondolom, hogy ez is megengedhetetlen, meg az is megengedhetetlen, hogy éveken át, és ezt itt Vajdaságban mindannyian tudjuk, pénzt adtak külföldi befektetőknek, mindannyiunknak a pénzét, mert ugye
a költségvetésnek a dináriait azért, hogy ne Vajdaságba fektessenek be, nem Szerbia más területeire. Én úgy gondolom, hogy ez is hozzájátszott ahhoz, vagy pedig közre játszott abban, hogy Vajdaság gazdasági értelemben is kezd leszakadni még Szerbián belül is. És hát ezek azok a dolgok, ezek azok az ügyek, amelyek ahhoz vezettek, amit képviselőtársam is mond, hogy a nyugdíjak és a bérek vonatkozásában nem tapasztalható életszínvonal növekedés, illetve változás. Ön vajdasági hogyan látja, hogy Vajdaságot szándékosan züllesztette le gazdaságilag, vagy szegényítette, nem mondjam azt, hogy züllesztette le, tehát tette szegényebbé ez a kormány? Hogyha figyelembe veszük, hogy Vajdaság több mint 100 európai régió közül a harmadik, illetve a negyedik legvonzóbb, és ezt külföldi intézetek mondják, ennek köszönhetően Bajan Pátyi, aki az elmúlt átvett ezért egy díjat. Tehát a tényekről beszélünk, ez nem politika, a gazdaságban a számok beszélnek. Kollégám, akkor ellenkező számadatokat vesznek alapul? Kollégám mondani, hogy nagyon érződik a választási kampány, ez teljesen normális, én közgazdász vagyok, tehát elsősorban a számokra szeretek támaszkodni, amikor a gazdaságról beszélünk. Természetesen a politikát nem lehet elválasztani a gazdaságtól, de amint mondtam, tehát megtörtént a GDP növekedés, Szerbiában az elmúlt évben közel 1,6 milliárd eurós beruházások történtek, külföldi beruházások, összehasonlításképpen ez az összegtől kevesebb érkezett az elmúlt időszakban, Szlovéniából, illetve Horvátországban egybevéve. És minden második külföldi befektető Vajdaságban landol, tehát nem érzem azt, hogy Vajdaság háttérbe szorulna. Illetve olyan külföldi befektetők jelentek meg az országban, Vajdaságban is, itt Szabadkán is, mint például a Szaroszki, amely az év végig mintegy 400-500 új munkát fog létrehozni, és mi politikusok valószínűleg nem tudunk objektív véleményt mondani, de a külföldi tőken, annak jó a szimatja is tudja, hova kell befektetni, és én biztos vagyok benne, hogy ez a tendencia folytatódik, tehát a Swarovski, a Panasonic, a Fiat, a Continental és az egyéb nagy cégek után jönnek a további cégek is Szerbiába, ezzel együtt Vajdaságba is, és én bízok benne, hogy a tendencia meg fog maradni, hogy minden második befektető Vajdaságba jön, és ezzel erősíti gazdaságunkat. Mi lesz az itteni vállalkozókkal? Nagyon fontos, amiről az elmúlt időszakban hallani lehet, hogy államfő Boris Tadic is egyre többször beszélt, tehát a mikro, illetve a kis és középvállalkozások fejlesztése, ugyanis a fejlett gazdaságokban a foglalkoztatottak mintegy 80%-a a mikro, illetve kis vállalkozásokban dolgozik, ahol akár 1-től 10 főig dolgoznak, ezek kis családi vállalkozások, ugyanis ezeknek van a legnagyobb esélye, hogy túléljék a különböző válságokat, változásokat, gyorsan tudnak regenerálódni, rá tudnak mozdulni, át tudnak alakulni, át tudják alakítani a termelési programjukat az új piaci kihívásoknak megfelelően, tehát mindenféleképpen szükség van a kis középvállalkozások, illetve mikrovállalkozások támogatására, ezért létre kell hozni a szerbiai fejlesztési bankot, amely jutányos, kedvezményes kölcsönökkel tudja segíteni, hogy beinduljanak ezek az üzemek. Ez nem történt meg, hogyha úgy gondolják, hogy ez a megoldás. Én sok kis vállalkozót hallottam panaszkodni annak kapcsán, nem csak nálunk a médiában, hogy a külföldi befektetőkkel szemben ők külön hátrányos helyzetben érzik magukat, hiszen ugyanúgy munkahelyet biztosítanak, adóznak, mégsem jár nekik a támogatás, és ugyanakkor az is nyilvánvaló adat, hogy hát egyre kevesebb gazdasági társaság van bejegyezve, illetve töröltetnek. Az elmúlt 4 évben Szerbiában mintegy 140 ezer kis vállalkozás lett törölve, ezzel egy időben mintegy 150 ezer lett bejegyezve, tehát hogyha megnézzük a mérleget, akkor 10 ezer új kis vállalkozás jött létre, ugyanez a viszony a jogi személyek esetében is. Tehát nem lehet, hogy ezek a foglalkoztatást, tehát az önfoglalkoztatást segítő programok révén jöttek létre, tehát a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnak van egy ilyen cégnyitást támogató programja, amely ugye relatív nagy pénzösszeggel támogatja a kisvállalkozásoknak a megnyitását, a saját munkahely teremtést, de az is látszódik az adatokból, hogy ezek utána nem maradnak életképesek. Ezek hasznos programnak ítélem meg ezeket a kölcsönöket, illetve a startup, tehát kezdő kölcsönök, de viszont éves szinten elenyésző számról van szó, tehát nem beszéltünk ilyen 140-150 ezerről, tehát kizárt, hogy ennek a hatása
révén jönnének létre ezek a kis vállalkozások. Illetve miért nem jött létre eddig ez a szerbiai fejlesztési bank, ennek politikai háttere van, a kormány elkészítette a tervezetet, de egyelőre nincs meg erre a politikai összhang, konszenzus. Ki gátolja? Egyelőre a G17 Magyar Dinkics pártjának nem tetszik ebben a verzióban a törvénytervezet. Én azt gondolom, hogy ha egy kormány úgy működik, hogy működnie kell, akkor azt megelőzően a parlamentnek megküldenek egy törvényjavaslatot, azt le kell egyeztetni a koalíciós partnerekkel. Sajnos ez nem volt jellemző a demokrata pártra ebben a ciklusban, ebben a parlamenti összetételben. Ugyanakkor, ami a gazdasági helyzetet illeti, meg azt, hogy választási kampány van-e, vagy pedig nincs, amiket ön mondott, az mind föltételes módban, illetve a jövőre vonatkozóan hangzott el. Én azt gondolom, hogy meg kell kérdezni az embereket, hogy vajon elégedettek-e a gazdasági helyzettel. Nem lehet mindig a nagy gazdasági és pénzügyi világválságra fogni az eredménytelenséget, hanem mondjuk ki kell azt például mondani, hogy szép dolog a tagjelölti státusra hivatkozni, illetve arra, hogy mennyi előnye fog ebből Szerbiának származni, de meg kell nézni, hogy a régió országai esetében ez vajon 12 évig tartott-e az integrációs folyamat elindultától, vagy pedig rövidebb időt vett igénybe, és ezért mondtam a műsor elején azt, hogy sokkal bátrabban kellene a gazdaságpolitikai lépéseket meghúzni. Ugyanakkor a nagy politikai kérdések lezárásáig nincs az a gazdasági intézkedés sem mikro, sem makrogazdasági volumenre vonatkozóan, amely azt tudja eredményezni, hogy a külföldi befektetők itt nagyobb mértékben megjelenjenek, és azt meg pláne nem, hogy Vajdaságban jelenjenek meg, mert képviselőtársam is pontosan tudja, ugyan nem a demokrata párt miniszteréről volt szó, hogy bizony a mi mindannyiunk adódináriait adták, illetve kínálták azoknak a külföldi befektetőknek, akik nem Vajdaság területén fektettek be, és ez úgy gondolom, hogy megengedhetetlen, főleg akkor, hogyha ráadásul figyelembe vesszük a mezőgazdaság helyzetét is, mert én ugyan nem vagyok közgazdász, de azt gondolom, hogy a mezőgazdaság helyzete az nagyon nagy mértékben hozzátartozik a mezőgazdaságról beszél, ugye, erre is ki kellene térni. Épp erre szeretnék most rátérni, azért az is valamit jelenthet, hogy évről évre kisebb területet vetnek be búzával a termelők. Ezt egyes közgazdászok nagyon fontos szempontnak tartják jelzésértékűnek. Egyik húzó ágazata, illetve gazdasági fejlődési lehetősége Szerbiának, ez egy tanulmányos Vajdaságnak is, a mezőgazdaság, de a legnagyobb probléma az, hogy mi Szerbiából egyelőre alapanyagot szállítunk ki, tehát nincsenek feldolgozó üzemek, amelyek feldolgoznák a mezőgazdasági termékek. Voltak, amelyek a 90-es években tönkrementek. Teljes egészében egyetértek. Én meg azt gondolom, hogy a mezőgazdasági termelés attól függetlenül, hogy vannak-e földolgozó cégek, vagy pedig nincsenek, mezőgazdasági termelés úgy nem működhet és nem fejlődhet, ha a mezőgazdasági termelők nem tudják azt az év elején, hogy milyen támogatásra számíthatnak a kormánytól, nem tudják azt, hogy milyen támogatásban fognak részesülni, lesz-e terület alapú támogatás, vagy nem. Nem normális az, hogy a gazdák márciusban arra kényszerülnek, hogy fölvonuljanak és lezárják az utakat, meg az utcákat Szabadka központjában, meg Nagybecskereken, meg jó néhány városban, és ez egyértelműen a demokrata párt elnök helyettesének, vagy egykori elnök helyettesének, jelenleg alelnökének, Dusan Petrovicsnak a lelkén szárad, ugyanis ő tavaly nyáron azt ígérte, hogy az idei évben kiszámítható lesz a mezőgazdasági támogatási rendszer, a gazdák hittek neki, és egészen egyszerűen átverte őket, és most megint itt vagyunk március végén, és azt látjuk, hogy a gazdák nem tudják még mindig a termelési ciklus kellős közepén, hogy az államtól milyen támogatásra számíthatnak, ez megengedhetetlen, és egy kis odafigyeléssel, meg partneri viszony kialakításával a gazdaszervezetekkel ezt lehetne másképp kezelni. Kérem, röviden reagáljon, lenne még két kérdésem, teljes egész évben egyetértek, hogy sokkal kiszámíthatóbb mezőgazdasági politikára van szó, politikáról van Szerbiának szüksége, de a kollégám tagja a pénzügyi bizottságnak, a parlament nagyon jól tudja, hogy milyen megszorítások történtek a közösségi költségvetésben, tehát meg kellene akkor mondani, hogy honnan vegyük el a pénzt, elvegyük az egészségügytől, elvegyük az oktatástól, illetve az infrastruktúrától, tehát rendelkezünk egy összeggel, amit fel kell osztani igazságosan, hogy mindenkinek jusson. Azt mondta Dusan Petrovics a pénzügyi bizottságnak az ülésén, hogy az agrárköltségvetés az nagyobb, mint a tavalyi agrárköltségvetés volt, akkor mire költik azokat a pénzeket? Hosszú távú stratégiáról van szó, tehát az öntöző berendezések kiépítésével. De mit fognak öntözni, ha nem vetnek a gazdák? A termőföldeket. Hollandia például
hektár alapon nézzük a kiszállítást, akkor 10-szer ilyen értéket szállít ki, mint Szerbia. Tehát ha máról hónapra próbáljuk megoldani a gazdasági problémánkat, akkor nincs előrelépés, hosszú távon kell tervezni, öntözőberendezések kiépítésére van szükség, hogy olyan termékeket olyan mennyiségben tudjunk kiszállítani, hogy legalább megközelítsük az Európai Uniós szintet. Jó, volt itt az IMF-nek a küldöttsége, el is mentek, olyanokat mondtak, hogy a költségvetéssel gond van. Gond van a költségvetéssel? A költségvetés, 2012-es költségvetés 4,25%-os államháztartási hiányt lát elő. Sajnos nem úgy teljesít az első hónapokban a Szerbia gazdasága, mint ahogy az elő volt irányozva, tehát minden valószínűség szerint az új kormány feladata, első feladata az lesz, hogy mindent átfogó reformcsomagot alkosson meg. Önök úgy készülnek a választásokra, hogy az új kormány hatalom is a demokrata párt legyen, feltételezem én. Így van? Mi is így készülünk, hogy a demokrata párt és a VMS folytassa az együttműködést. Ennek tükrében akkor a demokrata párt lenne az a párt, amelynek végre kellene hajtani ezeket a reformokat. Ha így készülnek, akkor ezekkel a reformokkal miért kellett várni? Idáig is hatalmon voltak. Ideig is hatalmon voltunk, folyamatosak voltak a reformok, folyamatosan hoztuk meg a reformokat, viszont most újabb reformcsomagra van szükség, állandóan változik a külső gazdasági behatások, állandóan változik a világgazdaság, ehhez Szerbia jogrendszerének, adórendszerének alkalmazkodni kell, tehát folyamatosan változó dolgokról van szó, amit mi eddig is végrehajtottunk, eddig is igazodtunk a világgazdasági trendekhez. Kommunizmusban mondták mindig azt, hogy reformok, reformok, reformok. Nagyon jól hangzik ez a szólam, csak azt gondolom, hogy közben tönkre mennek a gazdák, meg a kis és közepes vállalkozásoknak, meg a kisiparosoknak a nagy része. Ami a költségvetés állapotát illeti, én az Országos Költségvetési Tanácsnak hiszek, hiszen ők független gazdasági szakemberek, akiket a parlament választott meg, és ők azt mondják, hogy nagy gondok vannak a költségvetéssel, elsősorban az államadósságra vonatkozóan. A felső határáig eljutottunk már ugye az államadósság megengedett mértékének a költségvetési rendszerről szóló törvény értelmében, és azt mondja a költségvetési tanács, hogy két év múlva jelentősen túllépjük ezt a törvényben meghatározott felső limitet. Ezt azzal lehetne elkerülni, hogyha egy befektetőbarát országgá válna Szerbia, ami a külföldi és a belföldi befektetőkre is vonatkozik, és bizony a fájdalmas kérdésekhez hozzá kell nyúlni az állami szektornak az átalakításához, az adórendszer átalakításához. Gondolom a nyugdíjkorhatáremeléshez is. Az egészségügyi rendszerhez nem lehet mindig a napi népszerűséget hajhászni, bizony ezeket a népszerűtlen döntéseket meg kell hozni. Emelték most ugye a minimálbért 102 dináról 115-re, már is nagy port kavart ez. Ugye a munkáltatók sokalják, egyes politikai pártok azt mondják, hogy hát ez hatalmas csődhöz fog vezetni, mármint olyan értelemben, hogy tovább növeli majd az év végéig a munkanélkülieknek a táborát, elbocsátásokra kell számítani, ezt mondják egyes szakszervezetek is. Én nem tartok további leépítésektől sem az állami, sem pedig a magánszféra területén. Igenis hozzá kell nyúlni a nagy állami vállalatokhoz, reformokat kell végrehajtani, politika mentesíteni kell ezeket a cégeket. Mint ahogy arról több politikai párt is beszél, csak két konkrét példát említenék, ahol a demokrata párt ezt meglépte, az a belgrádi mezőgazdasági ipari kombinát, illetve a kolubarai szénkitermelő. Csak egy példa, a kolubarai szénkitermelőbe csak azzal, hogy racionalizálták a gépek használatát, éves szinten 50 millió eurót spórolnak meg. És ennek köszönhetően egy korrupciós vonal fel is lett számolva, amelynek köszönhetően több mint egy tucat előző politikai cégvezető rács mögött van. Két mondat. Én azt mondom, hogy bátorság, bátorság, bátorság. Nem lehet mindig a jövőt várni, nem lehet mindig azt mondani, hogy majd a jövőben fogjuk a reformokat meghozni. Ezekhez a fájdalmas kérdésekhez hozzá kellett volna nyúlni két évvel ezelőtt is, csak a kormánynak sajnos nem volt bátorsága, mert attól féltek a kormány vezető erői pártjai, hogy az népszerűségvesztést fog hozni, és ez így is lett volna, de azt gondolom, hogy ha az emberek érdekeit nézzük, akkor ezekhez az ügyekhez hozzá kell nyúlni most azonnal. Ezeket meg is fogjuk lépni, és várjuk az önök hathatós közreműködését is. Számíthatnak ugyanis rá, hogy önök is koalíciós partnereink, és az nem helyes, hogyha valami jó történik az országban, illetve a kormányban, az a VMS érdeme, ami pedig rossz, az a demokrata párti, a szárazság van, az a mi hibánk, ha pedig jó termés van, akkor az a VMS érdeme. Teljes mértékben egyetértek. Köszönöm szépen.
kérdésem még lenne önhöz. Úgy tudom, nem hivatalosan, kijavít, hogyha rosszak az információim, hogy nem szerepel a Demokrata Párt köztársasági listáján. Így van. De magyarok is, vagy magyarnak, magukat magyarnak valló személyek is nagyon hátul szerepelnek ezen a listán, 80-as szám után következnek. Mi a gond? Van gond? Vagy csak érzékenyen reagálunk? Gond nincs egyáltalán. Gondok akkor kezdődnek, mikor ilyen kijelentések hangzanak, hogy magukat magyarnak való. Tehát aki magyarnak vallja magát, az magyar. Tehát az az ember minősíti magát, aki ilyet mond. Tehát aki magyarnak vallja magát, az engedje meg, hogy ő döntse el, hogy magyar vagy nem magyar. Ami az én jövőmet illeti, politikai területen a vajdasági listán szerepelek, ami a Demokrata Pártot illeti, tehát a jövőben vajdasági szinten kívánom erősíteni dr. Baján Pártit csapatát, illetve a köztársasági listán igenis vannak a Demokrata Párt részéről nem csak magukat magyarnak valló emberek, hanem magyar emberek. Valószínűleg félreértelmezte itt, tehát én nem határozhatom meg senkinek a nemzeti hovatartozását, a név és az ismeretség alapján fogalmaztam. Így nem szeretném senkire se, hogy én határoljam be a nemzeti hovatartozását. Ilyen értelemben mondtam, elégedette a párt az önök munkájával, a Magyar Demokrata Párti képviselők munkájával? Semmi negatív kommentált nem kaptunk, sőt, számomra nagyon nagy megtiszteltetés, hogy a párt vajdasági listáján az előkelő 7. helyen szerepelhetek Bolyan Pártics után. Köszönöm, hogy itt volt. Ennek is köszönöm. Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm a lehetőséget. Csantavéri közbiztonsági helyzettel foglalkozunk, visszatérő témánk ez a közügyekben. Mutattuk többször is, hogy a csantavériek félnek a mindennapos, minden éjszakai lopásoktól szinte. Azt állítják, fordultak már a rendőrséghez, de hiába. Jogsegélyszolgálat működik, amelyet a VMS működtet a faluban. Van őrjárat is, beígérték a kommunális rendőrséget, a Konvál hathatós közreműködését. Meglátjuk, hogy most hol tartunk. Adrián nemrégiben a helyszínen járt. Csantavéren tovább folytatódnak a lopások. A helyiek a hatóságokra panaszkodnak, szerintük ugyanis a belügyi szervek nem tesznek semmit ez ügyben. Juhász Lajos csantavéri lakosházát akkor rabolták ki, amikor családjával lakodalomban volt. Elmondása szerint pontosan tudja, hogy kik voltak a betörők, szinte minden nap találkozik velük. Valamilyen módon a roma lakosságot egy más útra kellene téríteni, valamilyen módon, hogy ne legyenek rákényszerülve arra, hogy lopjanak, mert hát ellenük itten Csantavéren senki nem tesz semmit sem, sem a hatóságok, sem más, ugyanúgy a mi ügyünkbe se, sem a másoknak az ügyibe nem igazán jár utána senki se. A tíz tyúk, hát meg 150 tojás. Dér Máriát március 8-án rabolták ki. Tyúkokat, tojást és kerékpárgumit vittek el tőle. Mária értesítette a rendőrséget, de azt mondja, nem elégedett a munkájukkal. Ezért fordult a VMS jogsegélyszolgálatához. A rendőrség kijött, akkor sokára jött ki, mert azt mondta a rendőr, hogy szerencsétlenség történt, összetört a rendőrségkocsi, és azt mondja, nem bírt jönni. Azt mondja, mert mindjárt kell jelenteni. Hát mondom, én mindjárt jelentettem. Csak mondom, maguk nem jöttek ki. Én mondtam neki, hát mondom, én megértem azt is, hogy összetört az a kocsi, de hát akkor gyalog, vagy kerékpárral, vagy valahogy, hát se tudnak kijutni. És akkor nem szólt rá semmit se. Mária az utcán is szemtanúja volt egy lopásnak. Megyek valamelyik nap a parkon keresztül, és jön egy idős néni bottal, szegény, és egy ilyen kis táska van nála, és jön egy cigánygyerek, és kikapja kezéből a táskát. És én ott jövök utána mindjárt, és én így elkapom a grabancát neki, mondom, hát adod oda vissza, mondom a néninek ezt a táskát, hát hogy gondolod? Azt mondja, nem adom. Mondom, micsoda, hogy nem adod, mondom, mindjárt pofon várlak. Akkor elhajította.
és a szegény néni azt is elkezdett sírni, azt mondja, nézze meg, hogy mi hiányzik, azt mondja, hát nézem, benne volt a betegkönyve, még 100 dinárja. Hát ennyi mondom, hát ezért kirángatni egy ilyen idős asszony kezéből a táskát. Csantavéren a jogsegélyszolgálatot azért indította a Vajdasági Magyar Szövetség, hogy információkhoz jusson az esetekkel kapcsolatban, és nyomást gyakoroljon a rendőrségre. Felveszünk az adatokat, majd a rendőrségtől információkat kérünk az ügyben, hogy történt-e esetleg előrelépés, esetleg az ügyészségnek átadták-e az ügyet, hogyha ők találtak valamit, mivel ez az ő kötelességük lenne. Van arra is példa, hogy magánpert indítanak itt a lakosok, ugye, ha ilyen kisértékű lopásról van szó? Én nem tudok róla, és tehát a magánper indításával az a probléma, hogy az tudja, tehát sok pénzbe kerül, és mivel kisértékű lopásról van szó, ezért az emberek nem gazdag emberek, legalábbis többsége, ezért inkább úgy van vele, hogy hagyják, és tulajdonképpen így a tettes is szabadon garázdálkodhat továbbra is. A VMS jogsegélyszolgálata mellett járőrszolgálat is működik a faluban, amelyet a Magyar Remény Mozgalom indított. A megfigyelő szolgálat feladata, amíg nincs törvényi háttér, dokumentálja az eseményeket, és a dokumentációt, tehát a jegyzeteket, illetve a fényképeket eljuttassa a rendőrség részére, akik hatékonyan fel kell, hogy lépjenek a jövőbe. Természetesen itt egy másik nagy probléma, amiről már a bevezetőben is hallhattunk, hogy a büntető törvénykönyv 15 ezer dináros értéki engedi a, tulajdonképpen engedi a lopásokat, hiszen csak szabálysértési eljárás indul az esetben. Magyarországon például zéró tolerancia elvét vezették be. A Szabadkai Városi Képviselőtestület elnökének kezdeményezésére március elején a csantavéri helyi közösség, az önkormányzat, valamint a szabadkai és a csantavéri rendőrség tárgyalt a megszaporodott lopásokról. Az ülés után azonban Slavko Parátya VKT elnöke azt mondta, a rendelkezésükre álló adatok szerint Csantavéren a betörések száma csökkent a tavalyi év ugyanezen időszakához viszonyítva. A képviselőtestület elnöke továbbá kiemelte. A csantavéri rendőrállomáson növelték a rendőrök számát, valamint éjszakánként a kommunális rendőrség ügyeletes autója is járja a falut. Ezen kívül megállapodtak, hogy a helyi közösség képviselői a Komvál kommunális vállalattal közösen felügyelői szolgálatot indít, piaci napokon, temetkezésekkor, valamint más rendezvények alkalmával is. Az illetékesek azt ígérik, a foganatosított lépések eredményeiről április elején tárgyalnak majd. Hívtuk a közügyekbe vendégnek Slavko Parátyát, a Szabadkai Városi Képviselőtestület elnökét, hiszen ő tárgyalt, mint ahogy azt hallották, a rendőrség képviselőivel is, azonban azt az üzenetet kaptuk, hogy jelen pillanatban a témával nem kívánnak foglalkozni, így a közügyeknek most egy vendége van, Maglay Jenő, a Vajdasági Magyar Szövetség Szabadkai Városi Szervezetének elnöke. Jó estét kívánok, köszöntöm Önt nálunk. Jó estét kívánok. Milyen információkhoz jutottak a jogsegélyszolgálaton keresztül, és ebből mi szűrhető le Csantavér vonatkozásában? Hát a jogsegélyszolgálat körülbelül egy hónapja működik, és azért ez az egy hónap alatt már egy csomó olyan információ birtokába kerültünk, ami körülbelül egy reális képet mutat arról, hogy mi történik Csantavéren. Tény az, hogy nagyon nehéz a helyzet, rossz a helyzet Csantavéren. Egyszerűen nem tudják megfékezni elsősorban azokat a vagyon elleni bűncselekményeket, amelyek nagy mértékben elszaporodtak Csantavéren. Részben annak a következménye is, hogy egy nehéz gazdasági helyzet és anyagi helyzetben élnek az emberek, valószínűleg részben annak a következménye is, hogy ott egy komoly roma populáció él, és hát természetesen kihat arra ez is, hogy a rendőrség sem tudja igazából felvenni a harcot ezekkel az eseményekkel, ezekkel a cselekményekkel. Mert? Hát azért, mert a rendőrségnek a
az állománya szerintem számban is, másrészt pedig a hozzáállása szerintem ezekhez a dolgokhoz hát egy kicsit problematikus, mivel általában a kisértékű lopásokkal a rendőrség nem nagyon szeret, vagy nem nagyon akar foglalkozni egyrészt, másrészt nem egy esetben, illetve sok esetben kiskorokról van szó, ahol szintén a törvényes jogszabályok elég komoly mértékben megkötik a rendőri intézkedésnek a körét, illetve a lehetőségét, és ilyenkor a rendőrség azért ezekben az esetekben nem nagyon szeret, illetve nem nagyon akar komolyan foglalkozni az ügyekkel. Ön jogász, mit lehetne itt tenni? Tehát a szeretne és nem tud, nem akar között azért lényegi különbségek vannak a rendőrség vonatkozásában. A törvény szerint mit lehet? A rendőrségnek el kell járni. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy attól függetlenül, hogy mindenki arra hivatkozik, hogy 15 ezer dinár alatti azok apró lopásokról van szó, a rendőrség akkor is el kell, hogy járjon, hogyha akár 100 dináros lopásról van szó. Másnapra tartozik az, hogy a rendőrség azután kiértesíti a károsultat, és a károsult magánvád alapján tudja folytatni az eljárást, nem pedig az ügyészség hivatalból, az államügyészség hivatalból jár el. Tehát a rendőrségnek minden egyes esetben, amikor lopásról vagy betörésről van szó, el kellene járnia, és minden egyes esetben ezt az eljárást végig kellene vinni abba a fázisba, hogy vagy kiértesíti a sértettet arra vonatkozóan, hogy hova tud további jogorvoslaté fordulni, vagy pedig kiértesíti az államügyészséget valójában a bűnvádi feljelentés formájában. Csantavéren ez így működik? Hát azt kell, hogy mondjam, hogy eléggé gyengén működik, vagy eléggé rosszul működik. Egy kicsit olyan információk is jöttek hozzánk, és ezeket majd pontosítani fogjuk szerintem egy 2-3 héten belül is, hogy vannak több olyan eset is van, amikor például egy házban, amit elmondtam már, 6 hónap alatt 6-szor törtek be. Tehát nem egy normális állapotról van szó, és utána néztek a fiatal jogász kollégák, kiderült, hogy hát nem nagyon vannak feljelentések ezekkel az ügyekkel kapcsolatban. Mi van a feljelentésekkel? Hát a feljelentések elakadnak, tehát általában az van, hogyha kísértékű lopásról van szó, vagy esetleg a rendőrség kimegy és nem csinál jegyzőkönyvet, akkor nem megy tovább az ügy. Ezért kellene az, hogy a rendőrség minden esetben jegyzőkönyvet kell, hogy készítsen a helyszínen, alá kell, hogy írja a sértett is ezt a jegyzőkönyvet, és ezek a jegyzőkönyvek mentén pedig meg kell találni az elkövetőket. Csantavér nem nagy település, tehát nem Bombayről vagy New Yorkról van szó, hogy nem tudnák megtalálni az elkövetőket. De sok esetben legalábbis nekünk azt nyilatkozták az emberek, hogy tudják, sejtik, hogy kik az elkövetők. Erről beszélnek a faluban, ez beszéd téma. Én is gondolom, hogy a rendőrség nagyjából tudja, kik az elkövetők, egy kicsit komolyabb és keményebb fellépés is kellene a rendőrség részéről. Úgy gondolom, hogy a szociális központ részéről is egy komolyabb hozzáállás kellene, és jelenlét kellene a faluban, illetve valójában az elkövetőket illetően, hiszen akkor, amikor kiskorúk az elkövetők, akkor a szociális központnak igenis vannak törvényes lehetőségei arra, hogy hát azt mondom, komolyan közbelépjen az ilyen esetekbe, olyan formában, hogy a kiskorú gyereket még a szülőktől el is veheti, hogyha úgy ítéli meg, hogy valójában az a nevelés, amelyet a szülők adnak, az rossz útra vezeti a kiskorú gyereket. Lehet, hogy most többen fölhördülnek, mert nem szokás általában ilyen dolgokat kimondani, hogy a roma közösségre vonatkozóan ezek a szabályok a gyakorlatban nem élnek. Tehát a szociális központ nagyon gyakran azért nem lép fel ilyen esetekben, mert hogy roma közösségről van szó, ahol más milyenek az életkörülmények, a felfogás, és egyszerűen ezzel a kérdéssel nem foglalkoznak ilyen szinten, mint hogyha nem roma közösség tagjáról lenne szó. Szerintem ugyanúgy kellene, hogy foglalkozzanak, mert a roma közösség tag is ugyanolyan polgári ennek az országnak. Igen, kellene, és úgy gondolom, ez a kötelezettségük is. Tehát nem hinném azt, hogy nem tudnának eljárni, ha akarnának, illetve a komolyabban fognák a kötelezettségeket és a feladataikat. Egyrésztről, másrésztről pedig egy megelőző aspektusa is kellene, hogy legyen ennek az állami intézményeknek, hiszen foglalkozni kellene, edukálni kellene ennek a közösségnek a tagjait, bizonyos programok mentén is, megelőzően is fel lehetne lépni olyan formában, hogy ez a fajta vagyonelleni bűncselekményszám, amely elharapózott, azokat vissza lehetne ilyen módon is szorítani. Sajnos senki nem végzi az állami hivatalok részéről megfelelő szinten és megfelelő módon ezt a hatáskört, amely valójában törvényes hatásköre, és akkor ebben a helyzetben került a falu is, és a polgárok is, hogy valójában nem tudnak kihez fordulni, és valójában nem tudnak mentséget vagy mencsvárat találni egyetlen egy állami intézmény részéről sem. Jogsegélyszolgálat itt konkrétan miben tud segíteni?
A jogsegélyszolgálat abban tud segíteni, hogy elsősorban az állami intézményeket próbáljuk rákényszeríteni arra, hogy hatékonyabban végezzék a munkájukat, hiszen azért a közvéleménynek a nyomása, az adatok, az információk, amelyek a közvélemény elé lesznek tárva, az egyértelműen meg fogja mutatni azt, hogy hol is áll ez az egész ügyet, hol akadtak el ezek az ügyek, melyik az az állami hivatal, amely nem elég hatékonyan vagy nem kellőképpen végezte el a munkáját egyrésztről, másrészt pedig úgy gondolom, hogy olyan formában tudunk, hogy legalább a polgárok irányába egy kis segélyt adunk, olyan formában, útmutatót, hogy hova forduljanak, milyen irányba próbálják ezeket az ügyeiket előre mozdítani, mert azért lenne itt lehetőség, különösen ott, ahol már mondjuk akár 500 ezer vagy 2-3 ezer eurós lopásokról van szó, hogy ott az illető személyek azok az ügyészséget, illetve bíróságot is azt mondom, hogy rákényszerítsék, vagy ráerőltessék arra, hogy hatékonyabban járjanak el ezekben az ügyekben. Nem kellene ezeket az ügyeket fél évekig, évekig húzni, sokkal gyorsabban és sokkal, azt mondom, hogy eredményesebben meg lehetne oldani ezeket a kérdéseket abban az esetben, illetve megbüntetni az elkövetőket abban az esetben, amikor egyértelműek a bizonyítékok, hogy kik voltak az elkövetők. Az emberek, amikor felkeresik a jogsegélyszolgálatot, valószínűleg feltételezhetően panaszkodnak, tehát elmondják az összes bánatukat, a félelmeiket ezzel kapcsolatban. Az önök meglátása szerint jelen pillanatban milyen a közhangulat Csantavéren? Ebből a szempontból nem jön a közhangulat, tehát nagy a panasz is, de azt kell, hogy mondjam, és ki kell, hogy hangsúlyozzam, hogy nem csak Csantavér probléma. Így van. A közbiztonság magában, Szabadkán, talán az egész országban, de Szabadkán is, az egész városban rossz a közbiztonság. Tehát az, amikor abban a helyzetben kerül már ez a város, hogy a főutca korzó közepén fényes nappal lopják el az asszonynak a kezéből a biciklit is hajtsák el, amikor abban a helyzetben kerülnek az idősebb polgáraink, hogy a tejpiac környékén leszaggassák az aranyláncokat, a nyakukból fényes nappal is ellopják tőlük, akkor úgy gondolom, hogy elég komoly gondok vannak. Azt kell, hogy megállapítsam, hogy sajnos nincs meg az a politikai és társadalmi erő az állami intézmények vezetői részéről, hogy hatékonyan szembe szegüljenek, vagy azt mondom, hatékony lépéseket tegyenek, hogy visszaszorítsák ezeket a folyamatokat. És itt a prevenciótól kezdve a rendőrség munkáján keresztül, a bíróság, az ügyészség munkáján, egészen az ítélet végrehajtásig kellene változtatásokat, komoly változtatásokat foganatosítani ahhoz, hogy valójában ez a fajta közbiztonság, amely ennyire megromlott, az javuljon valamilyen irányban. Röviden válaszoljon, kérem, a választások előtt állunk, lát-e arra lehetőséget, ugye tudjuk egyrészt, hogy a kis összegű lopásnak a határértékét pár ezer dinárra szeretnék csökkenteni, de emellett lát-e arra valamilyen esélyt, hogy mindez, amit felsorolt ez a választásokat követően megvalósulhasson, vagy legalábbis lépések legyenek téve ebbe az irányba? Ez a politika akaratnak a kérdés, azok, akik a választások után a hatalmat gyakorolni fogják, az a kérdés, hogy van erre politika akarat. Ha van rá politika akarat, akkor ezt meg lehet valósítani. Önkormányzati, vajdasági vagy belgrádi szint? Minden szinten együtt kell dolgozni, illetve össze kell fogni. A büntető törvénykönyvnek a módosítás az kizárólagosan köztársasági hatáskörbe tartoznik. A szociális központtal kapcsolatos hatáskörök egy része köztársasági, része önkormányzati. A büntetés végrehajtás azok szintén köztársasági hatáskörök. A szociális központnak a munkája részben önkormányzati, és az önkormányzatnak vannak más mechanizmusai, hogy ezekbe dolgokba közbelépjen. Úgyhogy tehát minden állami intézménynek, amely önkormányzati vagy köztársasági szinten van, össze kellene, együtt kellene dolgozni, és ezért így lehetne csak előbbre vinni ezt az egész helyzetet. Az önkormányzat részéről úgy gondolom, hogy a legnagyobb lépés az lenne, hogyha egy komoly térfigyelő rendszer lenne kiépítve az elkövetkező években egész Szabadka területén, úgy gondolom, hogy komoly mértékben vissza tudná szorítani a lopásokat és elsősorban vagyonállni bűncselekményeket. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Kérem. Szabadkán a Maghetes helyi közösségben élők most már egyáltalán nem hisznek abban, hogy az Azohem valamikor is kiköltözik a térségből, a határidő lejárt, a gyár továbbra is működik, mutatjuk a részleteket. Kételkednek a szabadkai Maghetes helyi közösség polgárai az Azohem műtrágyagyár elköltöztetésében. Erről számoltunk be a Pannon Televízió híradójában 2 héttel ezelőtt. A megkérdezettek akkor így nyilatkoztak kameráink előtt. Tudatosan dolgoznak eddig, mint ezek előtt és meg ezek után is fognak, úgyhogy nem fognak elköltözni. Neverujem. Zárta. Pajt, tako mislim, nešto malo sporo. Svejde. Hallanak éjszaka, hogy munkálkodnak itt?
Hallunk, persze, éjjel-nappal csinálják. Az Azohem vegyi művek működése ellen 8 éve tiltakoznak a Maghetes helyi közösségben élők. Mint mondják, szennyezetté vált a talaj és a levegő, a víz ihatatlan, a teherautók, amelyek egész nap járnak, pedig tönkretették az utakat. A város, a vállalat és az illetékes minisztérium képviselői azonban januárban aláírták az Azohem áthelyezésére vonatkozó szerződést. Akkor a környezetvédelmi miniszter így nyilatkozott. Konkrétnom delu rešenje jednog užasnog ekološkog problema, jednog naselja grada Subotice, ka kome gravitira gotovo 10.000 ljudi, u kome nekoliko godina traje proizvodnja i emisija praškastih substanci iznad količina dozvoljenih zakonom. Az üzemnek péntekig kellett volna elhagyni a Maghetes helyi közösséget, a nagy hidegre való tekintettel azonban haladékot kértek, és 30 napot kaptak a várostól. A költözést a környezetvédelmi alap 60 millió dinárral támogatta. Szuzana Dulic, a város környezetvédelmi megbízottja azt mondta, a felszerelések 85%-át már átszállították az Azotarába. A közügyek vendége pedig Csúszó Endre, a Maghetes helyi közösség tanácsának elnöke. Köszöntöm Önt nálunk. Önök hogyan látják, ott vannak? Költözik az Azohem, vagy nem? Hát mi úgy látjuk, hogy nem költözik. Mi egyetlen pillanatig nem hittük el, hogy el fog költözni, és a mai nap is, meg visszamenőleg ebben a két hónapban is, nem a gyár leszerelésén dolgoznak ott, hanem a termelés folyik hihetetlen ütemben. A jelen pillanatban is legalább 30 nyerges vontató áll bent az udvarba, akik várják a műtrágyát, és keverik, zsákolják, és viszik onnan. A helyi közösség közgyűlése kedden tartott egy rendkívüli ülést, ahol érdekes módon egyhangulag elítéltük és kértük. Egy közleménnyel fogunk fordulni a nyilvánossághoz, ahol kérjük, hogy tartsák be az ígéretet, és erélyesen elítéljük ezt az egészet, mert ilyen, hogy most bejelentették, hogy még 30 nappal meghosszabbítják, itt nem a gyár leszerelésének az idejét hosszabbították meg, itt a termelést hosszabbították. Itt egy napig, amit a Dulic asszony elmondott, hogy a 85%-át leszerelték, hát minek szerelték le a 85%-át? Hát a mai nap is, hát ebben a percben is termelnek teljes gőzzel, nem szereltek le ott semmit. Amit leszereltek, az rossz vas, amit összeszedtek az udvarba, azt vitték el, a gépsor ugyanúgy ott áll. És ilyen, úgy mondjam, kiszivárogtatott információk alapján biztosra vehető, hogy azt mondták, hogy hát igen, a termelés le fog állni, egyedül csak majd csomagolni fogják ott a műtrágyát. Hát gondolom, most ne legyek goromba, de a elnézést, a kifejező, a hülyeségnek a ne továbbja az ilyen kijelentések. Azt mondta, hogy kiszivárogtatott információk alapján tárgyal-e valaki, vagy tájékoztatja-e valaki a helyi lakosságot arról, hogy mi történik, illetve mi nem történik? Hát a helyi lakosságot nem kell tájékoztatni, mert a maghetesi lakosok azok pontosan tudják, hogy miről van szó. Viszont ezt, amit egyes városi televíziók művelnek, amikor bejátszák a régi képeket az Azohem vállalatból, amikor üres az udvar, amikor tényleg volt egy időszak, egy 13 hónapos, amikor nem volt termelés, és azokat a képsorokat adják be, amikor a Dulic asszony azt mondja, hogy leszerelték, és most már nincs, hát gondolom ez a göbbelszi propaganda nem csinált ilyen média, nem tudom én micsodát, ugye ez ügyben már elnézést, hogy így kell mondanom, de hát ez fölháborító. Helyi közösséggel folytat-e valaki megbeszéléseket? Önöket tájékoztatják-e? Helyi közösséggel senki szóba sem akar állni. Ahogy a miniszter úr itt volt, a Dulic úr is, és kijelentette, hogy jaj, de jó, tényleg nagy a szennyeződés, de most ezt ebben a pillanatban megszüntettük, még most ez a kicsi, és aztán mindenkinek itt nagyon jó lesz, 60 millió dinárt, és szanáljuk, szóval nem szanáljuk, 60 millió dináron elköltöztetjük. Így van, állami támogatásból. Én szerintem, ha azt mondták volna, hogy csináljunk munkaakciót, a helyi polgárok már régen elköltöztették volna ingyen. Mondta, hogy a helyi közösség külön foglalkozott a napokban ezzel a témával. Mondta, hogy a nyilvánosság felé fordulnak, de milyen lépéseket tehetnek meg még önök?
Többek között most már a polgári engedetlenségen gondolkozunk, mert odáig fognak fajulni a dolgok, hogy a polgárok annyira föl vannak most már háborodva, hogy szerintem hamarjában útlezárásra fog kerülni. Mert ez, amit most beharangoztak ugye tegnap, hogy még hivatalosan 30 nappal meghosszabbították. Nagy hidegre való. A nagy hidegre való tekintettel, hát akkor is ment a termelés, mert lehet, hogy nagy hideg volt, hogy a gépeket nem lehetett leszerelni, de termelni azt lehetett. Hogy látja, van akarat az elköltöztetésre, tehát megvalósulhat-e ez, vagy pedig marad a polgári engedetlenség? Hát ez mindig benne van a tarsolyban, hogy esetleg lehet, hogy majd egy napon elköltözik, de ezt a dátumot azt hiszem, hogy a jóistenen kívül jelen pillanatban senki nem tudja megmondani, és ez is csak egy választási hadjáronnak egy része, ahol az embereknek egy kis porhintést adnak, amit az a baj, hogy a nem Makhetesen élő polgárok lehet, hogy el is hiszik. Napokban megkérdezett egy ember, aki nem Makhetes, hogy költözik, azt mondja azért, mert ő látta, hogy ott van egy, nem tudom én, 30 nyerges vontató, és hordják el. Hát de mondom, az nem a gépsorokat vitték el azzal, hanem a műtrágyát. Akkor lepődött meg. Említette ugye a polgári engedetlenség formáját. Hányan csatlakoznának ehhez? Milyen a közhangulat most? Tehát nem először hangzik el egy ilyen ígéret, ez nem egy párnapos történet, ez évekre menően visszanyúló történet, ami az életminőségen ront, és a betegségnek, a megbetegedésnek a lehetőségeit növeli, hiszen olyan üzemről van szó, amely kimondottan káros az egészségre. Hát igen, és ezért is egyre fokozódik a polgárokban az elégedetlenség és a felháborodás, és szerintem igaz, hogy nem törvényes, én mind a helyi közössége tanácsának az elnöke, hogy fölhívásra forduljak a lakossághoz, hogy gyerünk és szervezzük meg az útlezárást, de nem az Azoheimhez vezető utat, hanem le kell zárni a Majsói útnál, a hídnál az utat, és hát, ha történik valami, mert ez tényleg több a soknál, ami most megy, és szerintem az emberek most már annyira kiábrándultak, hogy tömeges lesz a részvétel, ha odáig fajulnak a dolgok. Ön a Vajdasági Magyar Szövetség színeiben önkormányzati képviselő is, ott a helyi szervezetnek az elnöke. A Vajdasági Magyar Szövetség álláspontját is kérném, hogy ismertesse itt, hiszen a bejátszásban az összes többi pártnak az álláspontját ismertettük. Hát a Vajdasági Magyar Szövetségnek az álláspontja már 2008 óta világos és kristálytiszta, amikor a pásztor úrnak már a küszöbön volt, sikerült a megegyezés, akkor ugye közbeszóltak, és az utolsó pillanatban, amikor a tulajdonosnak alá kellett volna írni a szerződést a kiköltözésről, akkor politikai nyomásra ugye ezt nem tette meg, mert akkor azt mondták, hogy ez a VMS-nek nagy politikai poénokat hozott volna, ha bár abszolút nem arról volt szó, hanem arról volt szó, hogy egyedül a VMS volt hajlandó foglalkozni ezzel a problémával. De most akkor egy másik tábornak hozna politikai poénokat, választások előtt vagyunk, miért nem él akkor a másik fél ezzel a lehetőséggel, ön hogy látja? Hát azért, mert a politikai poénok a másik oldalon ugye sokat számítanak, viszont a pénz még többet. És ez, ami itt folyik mostan, nem mélyedjünk bele, annak idején tavaly, mikor a kristályműtrágya gyártásba kezdtek bele, akkor is kapott a vállalat kreditet. Most az elköltözésre 60 millió dinárt, amikor egy gyárnak a számlái zárulva vannak már több mint egy éve. Kérdezem én, hogy lehet nekik 60 millió dinárt adni? Úgyhogy mi harcolunk helyi közösségi szinten, kezdve a helyi közösség elnökével, aki nagyon sokat tett ebben az ügyben, a Kovács Ferenc úr, és rengeteget harcolt ez ellen, ugyanúgy a helyi közösség teljes közgyűlése. Na most, ha használni az alkalmat, elnézést, két dolgot el szeretnék még mondani a makhetesi polgároknak, hogy ma úgy látszik, hogy megoldódott az egyik nagy problémánk, és állandó orvost kaptunk, a másik pedig, hogy mindenkit szeretettel várok vasárnap délelőtt 10-kor a makhetesi helyi közösségnél, ahol a játszótér megnyitása lesz. Köszönöm, mi meg majd folytatjuk az Azohem témát. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm.
A húsvétra felkészítő 40 napos böjt közepén tartunk most. A keresztények ebben a bűnbánati időszakban Jézus Krisztus feltámadásának, a húsvétnak a megünneplésére készülnek. Ez a hitben való elmélyülés, a kiengesztelődés, a lemondás és az irgalmasság gyakorlásának az időszaka. Mivel a vasárnapokat az egyház nem tekinti böjti napnak, a 7. század óta szerdai nappal kezdődik a nagyböjt, így hamvazó szerdától húsvét vasárnapig a böjti napok száma éppen 40-et tesz ki. A nagyböjt azért tart pontosan 40 napig, mert a Szentírásban és az abból kiinduló keresztény hagyományban a 40-es szám mindig az egyes események jelentőségét emeli ki. Jézus Krisztus nyilvános működésének megkezdése előtt 40 napot töltött a pusztában. 40 napig tartott a vízözön, 40 évig vándorolt a pusztában a zsidó nép, Mózes 40 napig tartózkodott a Sínai hegyen, és Jónás próféta 40 napos böjtöt hirdetett Ninivében. A 11. századig érvényes szigorú böjtöt az egyház mára enyhítette, de hamvazó szerdára és nagypéntekre szigorú böjtöt ír elő. A 18 és 60 év közötti híveknek csak háromszor lehet étkezniük és egyszer jól lakniuk. E két napon és nagyböjt többi péntekén 14 évesnél idősebb tagjait arra kéri az egyház, hogy a böjti fegyelem részeként ne fogyasszanak húst. A nagyböjt liturgikus színe a lila, amely a 13. század óta jelképezi a liturgiában a bűnbánatot. Ugyancsak a bűnbánat jeleként marad el a nagyböjt egész folyamán a szentmiségben az alleluja, amely a liturgiában az öröm legközvetlenebb kifejeződése. A templomot ez időszakban nem díszíti virág. Az egyháznak sajátosan a nagybőthöz kötődő szertartása a keresztúti ájtatosság, amelyen a hívek mintegy végig kísérik Krisztust a kereszt halála felé vezető úton. A böjtvallásos gyakorlata a bűnbánat, a megtisztulás, az áldozat és a könyörgés fontosságát állítja középpontba, kifejezi az ember Isten iránt tanúsított szeretetét és az érte való áldozatvállalását. Húsvétra készülve az egyház a böjt mellett az ima és az alamizsnálkodás, vagyis a szegények megsegítésének lelkületét ajánlja a híveinek. Idén, február 7-én mutatták be 16. Benedek pápa nagybőjti üzenetét a Vatikánban. A Szentatya 2012 nagybőjtjére írt üzenetének témája a zsidókhoz írt levélből vett idézet. Legyen gondunk arra, hogy szeretetre és jótetre buzdítsuk egymást. A közügyek vendége pedig Paskó Csaba plébános. Köszöntöm Önt, jó estét kívánok nálunk, és Szakály József plébános, Önt is köszöntöm nálunk ezúttal is. Én a Szentatya nagybőjti üzenetére utalnék vissza, ugye ez így hangzik, hogy legyen gondunk arra, hogy szeretetre és jótetre buzdítsuk egymást. Ez mit üzen, hogyan kell, hogyan tudunk ennek szellemében viselkedni? Nagyon fontos, általában el szoktuk felejteni a nagybőti gyakorlatok közül az alamizsnáskodást, hogy a böjtöt könnyű gyakorolni, az imádságban való jártasságot könnyű elsajátítani, többet imádkozni, azt azért csak érzi az ember, hogy mit jelent. Viszont azt, hogy a másokra odafigyelni, másokat segíteni, az alamizsnáskodásnak ezt a részét nem igazán tudjuk úgy megfogni, és nehezen tudjuk gyakorolni. A Szentatya gondolom ezért is tartotta fontosnak, hogy a másra való odafigyelése hívja fel a figyelmet. Tehát annyi szegény ember van a világban, annyi megkeseredett ember van a világban, annyi elkeseredett ember van ebben a rettenetes gazdasági helyzetben. Nem feltétlenül anyagiakban kell az alamizsnáskodást tehát megélni, mindenáron adnom kell, mikor nekem is alig van. Lehet, hogy pont az időmből kell egy kicsit adni. Tehát több embert azt hiszem, ez adni. A legdrágább most, igen, nem? Igen. Tehát mondjuk egy tévézés helyett, egy számítógépezés helyett elmegyek és meglátogatom a barátomat, és beszélgetek vele, és nem csetelek például. Tehát vagy pedig olyan embereket, akiket régen nem láttam, és nagyon jó lesne nekik a jelenlétem. Tehát ilyenre is gondol a Szentatya, mert ez is alamizsnáskodás. Tehát adok valamit, amiből nekem van. Tehát nem pusztán az anyagiakra gondol. Ilyenkor, mert ugye ez a hétköznapi ember hajlamos rögtön arra gondolni, hogy hát az anyagi javak osztását jelenti ez az alamizsnáskodás. Természetesen jelentheti azt is, hogyha nem szoktam például egy koldusnak pénzt adni az utcán, akkor most adok. Ez is lehet alamizsnálkodás, de ugyanakkor a családban való odafigyelés. Én nagyon poénosan mondtam ezt egyik prédikációmban, hogy
Tehát ez az az időszak, amikor az anyóst is kell szeretni, ugye? Mert van ez a mondás, hogy hol hit, ott szeretet, hol szeretet, ott béke, hol anyós, ott vége. És hát ugye ilyenkor van az, hogy azokat az embereket is, és most itt nem az anyósokat akarom bánni, mert csodálatos anyósok vannak, valószínűleg mondták nekem utána, mise után, de ugye itt van az, amikor az ember, azok az emberek felé is nagyobb figyelemmel van, aki például nem annyira szimpatikus számára. A szeretet gyakorlásban ez is benne van, hogy nem csak azokkal az emberekkel vagyok kedves, odafigyelő és törődő, aki különben is a baráti társaságom, hanem egy keresztény ember számára, ugye ez a jézusi szellemiségben benne van, hogy ellenségeimet is megpróbálom szeretni, tehát egyfajta toleranciával viseltetek irányukba. És ha már annyit elérek, hogy nem vagyok velük undok, nem emelem fel a hangomat velük szembe, hanem imádkozom értük, vagy amikor engem szidnak, akkor én magamban nem azt kérdezem, hogy és anyád hogy van, hanem egy áldást mondok, akkor már gyakorlatilag nagyon sokat tettem, egy komolyabb lépést a kereszténységemben. Valahol erről is szól. Hogy lehet ezt gyakorolni a mindennapi életben? Itt robbanékonyak lettünk, nagyon kevés a pénz, nagyon kell szaladgálni a megélhetés után, és nem az anyagi javak fölhalmozása itt most már az elsődleges szempont, hanem az, hogy tényleg legyen minden nap kenyér az asztalon, és ilyenkor egy kicsit mindenki élesebben reagál, és amikor templomban van, a misét hallgatja, akkor persze, hogy megfogadja az ember, hogy türelmes leszek, és gyakorolom ezeket az erényeket, de ez a mindennapi életben sokak számára nagyon nehéz. Ezért kínálja fel az egyház ezt a lehetőséget a nagybőt folyamán, hogy a keresztény tanítás szerint az ember, ha valamely dolog nagyon nehezére esik, akkor ezt önmegtagadásként felajánlhatja, és bízik abban, hogy ezért égi kegyelmeket nyerhet. Én itt azért hozzátenném, hogy mi sokszor nyugtatjuk a lelkiismeretünket, ez is egy kimagyarázkodás, hogy hát a mai korban, a mai világban ezt nem lehet. Nem is vesszük a fáradtságot, meg sem próbáljuk sokszor. Igen, és most vissza akartam utalni saját magamra, hogy hát régebbi időkben is volt szegénység, voltak háborúk, voltak nagyon nehéz embert próbáló idők, és akkor nem biztos, hogy ugyanez volt az indok, vagy a magyarázat rá, hogy nincs idő, meg hát ilyen nehéz a helyzet. Személye válogatja. Nekem például volt egy ötletem, ugye most március 15-e kapcsán, ugyanakkor nagybőt kapcsán, például az elcsendesedés, tehát a magyarságom, legyen egy verses kötet az éjjeli szekrényemen. Este mindig, ha egész nap nem is, de este biztos tudok egy 10 percet magamra szánni, hogy egy szép magyar verset elolvasok, és egy szentírási idézetet, és egy estímát elmondok, amit lehet, hogy korábban nem szoktam, de most nagybőjtben megteszem. Ha csak ennyit tudok tenni a nagybőjtben, mert tényleg olyan a munkabeosztásom, mert kisgyerekek otthon, vagy feladatok, de valahol kezdjem meg. Tehát ne nagy általánosságban beszéljek arról, hogy a nagybőjtben meg kell térni, nagy dolgokat kellene tenni, és akkor ez úgy megmarad ezen a szinten, hogy milyen szépen beszélt az atya vasárnap, de én ebből semmit nem valósítottam meg. Kezd meg konkrét lépésekben. Tehát pénteken ne egyél húst például. Vedd a fáradtságot. Nagyszerű hívő emberek, akik ott vannak minden vasárnap a templomban, elmegyek hozzájuk, pénteken hússal kínálnak. Nem is tudják, mert annyira nem foglalkoznak ezzel, hogy még a plébánost is hússal kínálják pénteken. És amit mondtam, tehát olvassuk a Szentírást, olvassunk el egy, de nem kell most magyar vers, istenes versek is vannak mondjuk rá itt egy. Tehát nagyon sok lehetősége van, hogy hogyan is induljak meg konkrét lépésekbe, és utána pedig kérjek segítséget, beszélgessek, ugye ezért van szükség arra, hogy az embernek legyen egy lelki vezetője. A szeretet és a megbocsátás az nagyon fontos parancs is a hívők számára.
nagyon saját életemből is mondhatok, de szerintem mindenki vehet a saját életéből olyan példákat, hogy valaki nagyon rosszat tett valakinek, és valaki nagyon szeretne megbocsátani, és mégsem, egy is ilyenkor húsvéti nagybőjt idején ez még nehezebb, hiszen az ember meg akar bocsájtani, mert ez a krisztusi tanítás, és mégsem megy. Tehát a szíve mélyén ez a megbocsátás, ez nem működik. Ilyenkor mit lehet tenni? Hát az Úr Jézus parancsa az nem arra vonatkozik, hogy mindenkinek meg kell bocsássunk, hanem hogy mindenkit szeretnünk kell. Na most én általában azt szoktam mondani, csatlakozva az atyához, hogy a más ember felé irányuló szeretetemet kell igazából gyakorolnom úgy, hogy elkezdem a másik embert elfogadni, elviselni. Tehát, hogyha valaki meg akarna nagyon bocsátani, de rettenetesen megbántották, nem feltétlenül kell követelnie magától azt, hogy érzelmileg szeresse a másik embert. Mert nem biztos, hogy ezt rögtön tudja. De ha megpróbálja lépésről lépésre elviselni a jelenlétét, és nem visszaszólni neki, még önmagában sem elkezdeni anyázni, hanem esetleg tényleg visszafogottan megpróbál érte imádkozni, és megtűrni maga mellett mondjuk a templomban, vagy egy közös templomszépítési munkaakción például, ami megint egy szép önmegtagadás lehet, akkor már elindult a szeretet útján. És lehet, hogy sose lesz belőle érzelmi szeretet, de mégis teljesíti az Úr Jézus parancsát, mert elviseli a másik embert maga mellett, akkor is, ha neki rosszat tett. Az esti imádságban biztos, keressük meg azt az embert, akit a legnehezebb elviselnünk, igen, és imádkozzunk el érte egy mi atyánkot. Ezzel a tudattal feküdjünk le, hogy én haragszom erre vagy arra az emberre, még ha ez nem is az anyósom, de imádkozzak el érte egy mi atyánkot. Köszönöm, igen, szépen, hogy itt voltak. Nagyon szívesen. Ez volt már a közügyek, holnap 18 órakor természetesen ismét jelentkezünk, akkor is várjuk Önöket, szép estét mindenkinek!